Közel 70 milliárd forintból újul meg Székesfehérvár. A Modern Városok programjának köszönhetően 2022-re minden eddigi terv megvalósul. Megújul a Szent György Kórház, a Velencei tó és környezete, a Székesfehérvár Börgönd repülőtér, létrejön a középiskolai kampusz, és a turisztikai, valamint kulturális fejlődés mellett megépül egy multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok a városban. A programról és a tervekről ma tartottak tájékoztatást a Hímerházban. Bizalmat kaptunk a kormánytól, fogalmazott Cserpalkovics András polgármester a program terveinek ismertetésekor. Kiemelte, a közös együttműködésnek köszönhetően most már van lehetőség az élet olyan területeire is forrásokat biztosítani, melyek a következő évek Székesfehérvárját meghatározzák. A forrás, ez kb. 70 milliárd forintot jelent Fehérváron, és azon, hogy nagyon komoly az életminőség minden területén jelentkező javulást, fejlesztést tudunk majd ezen program keretében megvalósítani. Ez jelent egészségügyi fejlesztést, ugye a kórház bővítésén keresztül jelent közlekedési fejlesztést, lehet oktatási fejlesztést, hiszen 4 középiskolát tudunk teljesen megújítani, vagy pedig újat építeni az elavult épületek helyett, jelent környezetvédelmi beruházást, amit nagyon fontosnak tartunk, hiszen az életminőséghez, a fenntarthatósághoz, ez különösen egy ipari-gazdasági erejéről egyébként híres városban azt gondolom, hogy külön kell gondoskodnunk, de van repülőtérfejlesztés, ipari parkfejlesztés, tehát gazdaságfejlesztési célokat is meg tudunk valósítani, és hát leépül egy nagy rendezvénycsarnok, ami túl azon, hogy a méltán híres Jégkorong csapatunknak az otthona lesz, közben egy igazi új rendezvénytér is kialakul ezzel, ami sport és kulturális, tudományos vagy éppen vásárok megrendezésére is alkalmas lehet. Ezért mondjuk mi azt, hogy ez egy történelmi segítség. Mi alkothattuk ezt a programot, ezt a kormány jóváhagyta, és időarányosan kapjuk is ehhez a forrásokat. 2020-22-ig vállaltuk ennek a programnak a végrehajtását, és azt gondolom, hogy időarányosan szépen haladunk előre, de az is nagyon fontos, hogy időnként közösen a kormányzattal beszámoljunk ezeknek a programoknak az állásáról, nem elfelejtve, hogy ez valamennyi megyejugóvárost érint, és kb. 3400 milliárd forint támogatást jelent a megyejugóvárosoknak. Ekkora fejlesztési segítséget még egyik kormánytól sem kapott a város, fogalmazott Csepregi Nándor, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, aki a program alapelvét ismertette a Székesfehérváron. Az összes autópályát kivezetjük a határmetszéspontig. Ez mondjuk a Miskolci Modern Város Program megállapodásban jelenti a Miskolc-Kassa összekötő úthálózatot, jelenti Hajdúbihar megyét, illetve a Nyírséget érintően az M3-as autópálya kivezetését Románia és Kárpátalja irányába az országhatárig, jelenti az M6-os autópálya bekötését, illetve lekötését egészen Horvátországig, illetve az M7-es esetében kivezetést a szlovén határig, ahol ma csak egy kétsávos út található, és jelent olyan összekötő utakat, ami lényegében hozzá egy teljes új közlekedési korridort Észak- és Dél-Magyarország összekötésében, méghozzá Miskolc, Debrecen már az M3-as autópályával összekötött, ezzel túlmenően Debrecen, Békéscsaba, Hódmezővásárhely és Szeged vonatkozásában egy teljes új közlekedési vonal jön létre. Ha ezek a városok infrastruktúrálisan kellő mértékben fejlettek, akkor egyrészt reális lehetőséget kapnak arra, hogy tőkebevonó képesség piaci tőke tekintetében is javuljon, és így a város gazdaságilag is elkezdhessen prosperálni. Olyan beruházásokat támogattunk minden település esetében, itt Székesfehérváron is, ami a gazdaságfejlesztés témakörében lehetőséget ad arra, hogy a város saját bevételi forrásait ipari űzési adó tekintetében tudja növelni. Tehát nem szépészeti beavatkozásokat szeretjük volna eszközölni a városképen, hanem olyan lehetőséget adni a városnak, ami egy saját magát kitalálni tudó város esetében valóban lehetőséget ad arra, hogy egyről a kettőre jussanak. A másik kérdés, hogyha a gazdaságfejlesztési kérdéseket elengedtük, ez minden város esetében más és más jelent. Ez Hódmezővásárhelyen jelentette az élelmiszerfeldolgozóiparnak a támogatását. Itt Székesfehérváron azért jelentős gépipari szereplők vannak jelen, nekik milyen programban, vagy velük milyen programban tudunk együttműködni, vagy Győr esetében hogyan tudjuk azt az autóipari kapacitást továbbfejleszteni, mi rendelkezésre áll. A másik kérdés, hogyha ezek megvannak, mitől lesz élettől város? De egyrészt attól, hogy az állam ugyanilyen minőségű szolgáltatásokat tud biztosítani, mint amit meg tud adni a fővárosban élőknek, ezért a szolgáltatás minősége tekintetében például a Székesfehérvári Kórház egy dedikált több milliárd forintos fejlesztést kap, erről is polgármester úr fog a részleteket beszélni. És hogyha ezt a kérdést is rendbe tudtuk tenni, akkor a harmadik kérdés az az, hogy mitől lesz élhető a város, attól, hogy a szabadidő kultúrát tartalmas eltöltésének ugyanolyan lehetőségét nyitjuk meg itt is, másik 22 megyei városban, mint mondjuk Budapesten.
Ennek a három kérdésnek a rendezéséről szól a Modern Városok Program 3400 milliárd forintnyi fejlesztési csomagja. Ennek, ahogy mondtam, a költségvetésben a fedezete rendelkezésre áll. A 2016-os, illetve 17-es év nagyon sok projekt esetében, mivel zöldmezős beruházásokról beszélünk, a tervezéssel, telik. 2016-ban 52 milliárd forintot tudtunk átadni különböző tervezésekre ezeknek a városoknak. 2017-ben a költségvetési keretösszeg, amit minimum ezeknek a városoknak át tudunk adni, az 152 milliárd forint. Ezek csak a hazai források, ezen kívül még több száz milliárd forint értékben beszélünk uniós fejlesztésekről. És ahogy haladunk beljebb a projektekben, lépünk át a tervezésből a kivitelezés szakaszába, növekszik ez az összeg a következő években úgy, hogy 2019 év végéig el fogja érni az éves 1000 milliárd forintot. Így pedig megvalósul egy olyan program, ami azt gondolom, hogy a vidék Magyarországának egy soha nem látott fejlődési lehetőségét nyitja meg, hogyha nagyon szimbolikus történelmi párhuzamosokat szeretnék keresni, akkor azt mondanám, hogy egy olyan felrendülést tudunk nyújtani a vidék Magyarországának, amelyre utoljára lényegében a reformkorban volt lehetősége Magyarországnak, és ahhoz, hogy ez a történet valóban jól működjön, ahhoz nem elég az, hogy mi Budapesten a kormány kitalál valami fejlesztési programot, ehhez meg kellett nyerni támogatóként a megyei városokat. A megyei városokat, akiket a polgármester úr képviselt, de akik a helyi gazdasági szereplőket együttműködve tettek le egy fejlesztési programot a városok, ment a kormánynak az asztalára, és erre adott a kormány dedikált forrás, tehát nem csak azt mondjuk, hogy mi fejleszteni szeretnénk közösségi forrásokból különböző képességeket egy-egy megyei városban, hanem azt mondjuk, hogy ahhoz adunk fejlesztési lehetőséget, amik egyben az ország makrogazdasági céljaival összecsengenek. Két legfontosabb cél a gazdasági növekedésnek a fenntartása, külső, adott esetben uniós források nélkül is, másik a foglalkoztatási kérdésnek a rendezése, de ennek a programnak a végrehajtását tartalmilag már a helyi szereplőknek kell kitalálni. Itt Székesfehérvár esetében megtaláltuk azt az együttműködő partnerséget a városban, ami egy olyan tervet tette a kormány asztalára, ami méltó volt arra, hogy közel 70 milliárd forintos forrás vonjon be a város fejlesztésének az életébe. Én nem tudom, hogy a polgármester úr a saját városának történetét, sőt biztosan jobban ismeri, mint én, hogy a rendszerváltás óta egy program keretében kapott a Székesfehérvár 70 milliárd forintot fejlesztésre, és ezt a pénzt fejeri még meg az a forrás mennyiség, amit a területfejlesztési operatív programban 18 milliárd forint értékben kap meg Székesfehérvár. Ezek azok a pénzek, amelyek 2020-ig, illetve 2022-ig biztosan a városba érkeznek, tehát ennek a kormányzatnak, illetve ennek a városvezetésnek az együttműködésében ez 88 milliárd forintot jelent. Ez az, amire nem kell versenyezniük más településekkel, nem kell versenyezniük más gazdasági szereplőkkel, ez biztosan Székesfehérvár közigazgatási határon belül lesz elköltve. A kérdés az az, és ebben látok ambíciót polgármester úr részéről, és képviselő úr is ebben az irányba tudja a kormányzatot, hogy Székesfehérvár még több pénzt képes felszívni. Hogyha figyelembe vesszük az itt működő vállalkozások forrásmozgó képességét, akkor azt gondolom nem túlzás azt kijelenteni, hogy a pályázati úton elérhető forrásokkal együtt a 2022-ig Székesfehérváron elköltendő pénzeknek, fejlesztési forrásoknak a mértéke az nagyjából 4-500 milliárd forint közé tehető. Benne vannak azok a fejlesztések is, amit különböző vállalkozások valósítanak meg. De értelemszerűen ezek olyan fejlesztések, amelyek növelik az iparűzési adó bevonó képességét a városnak, és olyan fejlesztések, amivel a város a városi léttel együtt járó kötelezettségeinek együtt tud tenni elhetőség és egyéb fejlesztések tekintetében. Mi ebben vagyunk a városnak a partnere, és köszönöm a kormány nevében polgármester úrnak, hogy a sikereiből egy kicsit ránk is fordítanak, illetve engedik, hogy a kormány is jöjjön ehhez az asztalhoz. Összesen 23 megyei jogú várossal kötött szerződést a kormány az elmúlt években, mégpedig azért, hogy ezek a térségek a 21. század a magyar vidék fejlődésének zászlós hajói legyenek, fogalmazott Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, majd hozzátette, 2022-re a város még élhetőbb lesz, és még több munka lehetőséget kínál. Mint annyian emlékszünk, mi fehérváriak nagy örömmel, hogy 2015. május 26-án miniszterelnök úr itt járt a városunkban, és elmondhattuk, hogy milyen
fejlesztési elképzeléseink vannak az elkövetkező évekre, évtizedekre, és a Modern Városok program keretében ezek a fejlesztések meg is valósulhatnak a jövőben. Ha a múltat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 7 esztendőben Székesfehérvár természetesen a kormányzat segítségével is, hiszen polgármester úrral nagyon sokszor mondjuk, hogy Székesfehérvár ennyi segítséget, odafigyelést magyar kormánytól soha nem kapott, hogyha az elmúlt időszakot nézzük, akár csak a rendszerváltástól. Tehát közös erővel, a kormányzat támogatásával és Székesfehérvár a saját maga gazdasági erejével is nagyon sokat lépett előre. Mindenféle mutatókat, hogyha megnézünk, a legutóbbi jó hír, aminek mi mindannyian itt Fehérváron örülhettünk, hogy Székesfehérvár az egyik olyan város, amelyik ide vonza az embereket, tehát amelyből nem elköltöznek, hanem ide költöznek, hiszen itt találnak munkát, találnak egy olyan várost, amely tele van élettel, egy olyan várost, ahol kulturális szórakozási lehetőségek vannak. Tehát ez egy vonzó város Magyarországon belül. És az elmúlt években már nagyon-nagyon sok fontos lépést tettünk előre önerőből is. A Modern Városok program valóban a 21. század programja, és egy újabb lehetőség számunkra, hogy azokkal a fejlesztési elképzeléseikkel, amiket ebben a programban letettünk, még tovább léphessünk előre. Ez egy átfogó és sok-sok évet felülő fejlesztési program, oktatás, kulturális élet, turisztika, sport, egészségügy, és nem csak Székesfehérvár határain belül, hanem egy kicsit kitekintve, Velencei tó, a Katonai Nemzeti Emlékhely kerékpárútak fejlesztésével szeretnénk még élhetőbb, még vonzóbb és még dinamikusabban fejlődő várost kínálni a székesfehérváriaknak is, és a Magyarországon élőknek. És a város és a vidék fejlesztése ott fog össze, hogy ez nem csak egy 100-es város, ami a városhatárokon belül él, hanem ma is már 50 000 ember vidékről jár be ide dolgozni, tehát egy több 100 000 fős térség, régió, gazdasági térség, kulturális, adminisztratív, gazdasági központja Székesfehérvár, és amikor Székesfehérvárt fejlesztjük, ez a 70 milliárd forinttal, ami ebben a programban rendelkezésünkre áll, és 2020-22-ig valósulnak majd meg a programjaink, nem csak Fehérvár városát, a mi városokat fejlesztjük, hanem ezzel a térség is fejlődik, hiszen együtt élünk, város és vidék nem választható el. Székesfehérvár fejlődése a vidéki embereknek is jó, azoknak a falvaknak, ahonnét az emberek hozzánk járnak dolgozni, tanulni is jó ez a fejlesztés. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett, komplex fejlesztési program, amivel azt gondolom, hogy élnünk kell a jövőben. És ha már ugye élhetőbb város, az is elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy nagyon fontos, hogy itt a városban nem a munkanélküliség a gond, hanem ugye a munkaerő hiány. Igen, a mi városunk már nem azzal küzd, hogy hogyan találjon befektetőt és hogyan találjon munkalehetőséget az itt élőknek, hanem a városi ipari parkjaiban összességében már mint egy 1500 üres álláshely van, de mivel élen járunk abban a felmérésben, amely szerint ide szívesen költöznek az emberek, azt gondolom, hogy segít abban ez is, hogy a munkaerő itt találjunk munkát. A polgármester prezentációban ismertette a Fehérvári Modern Városok program keretében megvalósítandó projekteket.